Néha az az érzésem, hogy az emberek szeretnek megsértődni, megbántódni és haragudni. Most ez kicsit keményen hangzik, de az ők bajuk. Ha télen, tűző napsütésben kimegyünk a szabadba, legtöbbünknek napszemüvegre van szüksége, hogy ne kelljen hunyorognunk. Ha épp nincs nálunk a napszemüvegünk, akkor a nap a hibás azért, hogy csorog a könnyünk? Nem. A nap azt csinálja, amit máskor is. Süt. Ugyanígy, hogyha valaki olyasmit mond vagy tesz, amit mi sértőnek találunk, a másik emberrel van a baj? Nem. Ő mondja vagy teszi a magáét, viszont mi vagyunk azok, akik nem vették fel a napszemüveget. Igen, megsértődhetünk, ha akarunk. De ne hárítsunk minden felelősséget másokra, ha már egyszer mi döntöttünk úgy, hogy megsértődünk. Amikor egy hozzánk közel álló ember tesz vagy mond valami sértőt, és mi azonnal behúzzuk a redőnyöket, duplán rosszat cselekszünk saját magunkkal. Először is fogjuk a sértődöttségünket, és jó szorosan magunkhoz húzzuk, hogy igazán jól érezzük. És bizony érezni is fogjuk. Durcásak, zsémbesek és sértődöttek leszünk. Gyakorlatilag pocsékul fogjuk érezni magunkat. Másrészt megalapozunk magunkban egy szokást. Valahányszor valaki sértőn viselkedik, mi megsértődünk. Bár a célunk az, hogy a másik ember vegye észre magát, és őt szeretnénk megtanítani arra, hogy ha így beszél vagy viselkedik, akkor ez minket bánt. Észre kell vennünk, sértődöttnek lenni, legtöbbször nem más embereknek, hanem elsősorban saját magunknak okoz kellemetlenséget. Ugyanakkor kiadjuk a kezünkből az irányítást, hiszen a másik féltől várjuk, hogy feloldozzon a sértődöttségünk alól. Ami egyúttal azt is jelenti, hogy későn, vagy egyáltalán nem vesz észre a másik fél, hogy megbántott. Mit ajánlott tenni ehelyett? Nos, először is véssük jól az eszünkbe, hogy ha megsértődünk, akkor nézzünk jó mélyen magunkba. A sértődöttségünk oka nem másokban, hanem bennünk van. És hogyha sikerül meghatározni az okot, és gyakorlattal minden egyes alkalommal sikerülni fog, akkor kezdjünk el kommunikálni, mert ez az út vezet oda, hogy a jövőben elkerüljük a hasonló helyzeteket. A másik fél akkor nem fog sértő módon viselkedni vagy beszélni, hogyha megérti, hogy ez mit vált ki belőlünk. Mondjuk el a másik embernek, hogy mit éreztünk. Kimondottan az érzéseinkről beszéljünk, és mindenképpen mellőzzük az ujjal mutogatást. Nem az embert ítéljük el, hanem a cselekedetet vagy a szavakat. És vigyázzunk, hogy ne legyen háború belőle. De megbántottál? Most én is megbántalak? Nagyon könnyű belecsúszni a bosszú hibájába. És kerüljük az általánosítást. Te mindig! Ne ítélkezzünk a másik felett. Ilyen meg olyan vagy. Egyszerűen kommunikáljuk az érzéseinket. Amikor azt mondod, hogy én ettől megalázva, lealacsonyítva, sértve, bántva érzem magam. De a legeslegjobb dolog, amit tehetünk a sértődöttség ellen, hogy egyszerűen ne sértődjünk meg. Jusson eszünkbe, hogy a sértődöttség egy döntés, méghozzá a saját döntésünk, tehát bármikor dönthetünk másként. Érthető és jogos, hogy bizonyos dolgok bántanak bennünket. Nem az van, hogy ezektől az érzésektől el kell zárkoznunk. Épp ellenkezőleg. Érezzük, amit érzünk, de a következményekről döntsünk másként. Hiszen dönthetünk úgy, hogy még mielőtt megsértődnénk, nyugodtan és észérvekkel megértetjük a másik félel a nézőpontjainkat. Mint amikor süt a nap. Dönthetünk úgy, hogy hunyorgunk és könnyezünk, vagy egyszerűen feltesszük a napszemüveget, és megvédjük magunkat a szenvedéstől. Sikert és boldogságot!